A rögtönítélő bíróság 14 fiút és egy lányt ítélt halálra, akiket azonnal ki is végeztek. Az emlékműnél minden évben megemlékeznek az áldozatokról, akiknek a halála volt az első egyértelmű üzenet, hogy a nép nem kíván a fasiszták mellé állni, mondta Géza Babianovics, a harcos szövetség tagja. Nagyon fontos, hogy Szabadka 15 fiatal halálával egyértelműen nemet mondott a fasizmusnak. Ez egy üzenet volt, de egyben egy hatalmas tragédia is. A megszálló hatalom azzal a döntéssel, hogy halálra ítélte ezt a 15 fiatalt, és utána még nagyon sok embert, megmutatta az igazi arcát. A megemlékezésen elhangzott, hogy összefogásra van szükség a neonácizmus és a neofasizmus elleni harcban. A felelős szerveknek a leghatékonyabban kell fellépniük ezek a jelenségek ellen, ugyanis ezzel tartozunk a 15 szabadkai fiatalnak és a fasizmus minden áldozatának.